A völgység és elsődleges vonzás körzete Bátaszék dominált a megyei első osztályú labdarúgó bajnokság 2019-2020-as szezonjának első felében. Az, hogy a címvédő Bonyhád versenyben van, lesz a bajnoki címe megvédését, ez szinte borítékolható volt. Azzal együtt is, hogy Csigi Ádámon kívül senki sem érkezett a nyáron, mert a gerinc évek óta adott, és az utánpótlásból érkezve a csapatba azonnal helyet követelő játékosok kopogtatnak az öltöző kapuján, mint például Sásdi Bence vagy Birt Dániel. Az időközben beépített Agics Péterrel és Hambuk Milánnal a középpályán még inkább stabilizálódott a Bonyhád játéka. Egy-két kisiklás, vagy inkább gyengébb teljesítmény is elég volt ahhoz, hogy a játékos állományban nem sokkal gyengébb, hozzájuk közelítő csapatok ne engedjék elszökni tőlük a Bonyhádot. Így fordulhatott elő, hogy a Majos, amely októberre a kezdeti bukdácsolás után összeállt, élve a Bonyhád nem várt döntetlenjeine adta lehetőségekkel, lehozva 0-0-al az El Clásicót, azonos pontszámmal, de egy győzelemmel többet begyűjtve előzi még a táblázat élén a Bonyhádot. Az a szervezett, együttes csapatvédekezésen alapuló támadójáték és az ezzel párosuló, elveszett labdát nem ismerő küzdeni tudás, amit Tihanyvári László Majosa az utóbbi másfél hónap alatti győzelmi sorozatában bemutatott, azzal, mint egy csapásra, új bajnok esélyesként emlegetik a kis Majost, mint anno 6-7 évvel ezelőtt. Nem különben a Bátaszéket, amely a hazahívott itteni kötődésű nagy csapatoknál nevelkedett fiatalokkal, a régi, tavaly még gyengén teljesítő alapembernek számító Botos Gábor Gergő Tóth Balázs felrázásával 180 fokos fordulatot hajtott végre néhány hónap alatt. Ez a nem várt sebességű változás a benfentesek szerint a játékosok véleménye alapján is jó részt a Bajáról érkező Tolna megyei kötődésű edzőnek Szőcs Lázárnak köszönhető, aki a maga higgadt intellektusával és remek szakmai meglátásaival nem csak felrázta, összerakta a jövő Bátaszékét, hanem egyik legszebben futballozó csapattá is tette azt, amely átlagon felüli erőlétével sok fontos meccset a második félidő közepétől tudta megnyerni ősszel. A Majos ugyan első pillanatnyilag, de minden tényezőt figyelembe véve a szakemberek szerint is a csak harmadik helyen álló Bátaszék lesz a legnagyobb kihívója a Bonyhádnak a tavaszi folytatásban, és persze a Majosnak is. Azért lesz felettébb érdekes a jövő évi folytatás, mert nem jelenthető ki, hogy biztosan a már említett három csapat belügye lehet a bajnoki címért folytatott küzdelem. A negyedik Dombovár játékos anyaga elég erős, jó képességű, fejlődésben levő, saját nevelésű fiataljai révén képes lehet 3-4 pontos hátránya ledolgozására a dobogósokkal szemben. Persze, ha nem lesznek olyan érthetetlen csapatszintű összeomlások, mint amilyen egy-két alkalommal ősszel bekövetkezett náluk, ráadásul a nyerhető meccseken is. A Tamásinak már 8 ponttal hátránya a Bonyháddal és a Majossal szemben, 5-re vannak a Bátaszéktől, ami nem kevés. Figyelembe véve azt, hogy három komoly erősítés is terveznek a szünetben, látva azt, hogy a nyáron Dunaföldváról érkező jó képességű focisták még nem alkotnak egységes ütőképes csapatot a meghatározó afro-magyarokkal, vagyis a Tamási esetleges tavaszi feltámadásában lehet bízni, és lehet arra számítani. Bajban van a szakmai és morális válságát élő, még mindig jó erőkből álló Tolna, amely 7 veresége és mindössze 17 pontja az ősz negatív meglepetése a megye egyben. Tekintettel arra, hogy a Fortuna sem volt mellettük a nyerhető meccseken, számítva arra, hogy az érkező új edző tud majd új impulzusokat adni, tavasszal több rangadót is megnyerhet a Tolna, mint azt ősszel tette, és hozza a kötelezőket. A hajó már annyira elment, hogy dobogóra alig ha tud felkapaszkodni a Tolna VFC. Legfőjebb a mérleg szerepét tölthetik be az érdemi kérdések eldöntésében. Ha ez sikerül, a végső helyezéstől függetlenül mindenképpen felettethetik 2020 tavaszán a libércnyomásos őszi idényt. Az ő esetükben már ez sem lenne kevés.